az kegyes Isten gyúrjál. Nem média, hanem komédia. Tessék, csak tessék, tessék, lássék, okulj! Tanulságokkal pedig vérvő komédia. Az idén többféle és több műfajban jelentkeztek a meghívott vendégeink. Például megemlíteném, ami nekem az egyik legkedvesebb műsorszámom volt, a Tündérkert Alapítvány megrendezte és megcsinálta a helyi gyerekekkel a Hári János daljátékot, ami óriási sikernek örvendett, és azért örülök különösen ennek, hogy ezt az itteni gyerekek csinálták, akik látták, érezték, most már magukénak érzik ezt a Csűrszínházat, hiszen ez a jövőben az övéké kell, hogy legyen, és én nagyon remélem, hogy majd közülük kerül az ki, vagy az a csapat, aki folytatni fogja ezt a munkát, aminek nem tudom hol van és mikor lesz vége, de egyelőre még 6 év után még mindig úgy érzem, hogy még nagyon az elején vagyunk. A gyerekek összevesztek bennünket arra, hogy foglalkozzunk odájjal minél többet, és a Hári János daljáték nagyon kedves minden ember számára. Egy éve tanuljuk tulajdonképpen, először a zenei anyagát tanultuk, most egy másfél-két hete tanuljuk már a szöveget is. A díszletek. Vera nővér festette a gyerekek segédletével. Itt a Nyárád mentén és Szobátán körülbelül 480 gyereket tanítunk. Hetente járunk ki a falvakba, illetve bizonyos falvakba összehozzuk őket. Végül is 3 faluba járunk, és a 7 falunak a gyerekei jönnek össze a 3 helyen. Van, aki gyalog jön, biciklivel, meg mi visszük autóval, sokszor 8 gyereket szállítunk. Ezt lehet, hogy nem kell elárulni a rendőröknek. Minden gyerekünk tud furujázni, most éppen egymásra néztünk, hogy jaj, de kár, hogy most nem vette elő mindenki a furuját, csak kicsit nehéz lett volna koordinálni a hadvezéri pálcát, meg a kardokat, meg a zászlókat, meg a furujákat, és ezért most csak ennyi sikerült. De ezt nagyon szeretnek a gyerekek furujázni, és szívesen. És az előadást élvezik? Hát én azt hiszem, hogy egy nagy játéknak tekintik velünk együtt ezt az egészet. Öröm volt velük készülni. Házán azért hagyománya van annak, hogy bejönnek a cigányok az előadásra. Ha tavaly óta járok ki az alapítvánnyal, és megelégedéssel nyugtáztam például tavalyt, hogy a panzióban a divat bemutatón is részt vettek, és mennyit érdeklődtek, de azt is láttam, hogy egy klasszikus darabot mutatott be a főiskola, és ott is ott voltak, részt vettek, és minden alkalommal itt. És ez adta az ötletet arra, hogy elhozzam a miénket is, hogy mutassák meg, hogy ők is mit. Be akartuk bizonyítani, hogy ezek is ugyanolyan gyerekek, mint bárki más, csak más körülmények között élnek. Hol működik ez az iskola alapítvány? Ez az iskola alapítvány a Legelő utcában működik, körülbelül 300 méterre a Hidegvölgytől, ami nem egy falu, hanem egy utca, ahol több mint 3000 ember él. Van, aki jobb körülmények között, van, aki borzalmas körülmények között, de nálunk körülbelül 87 gyerek jár naponta. És ezek a gyerekek onnan kerültek? Ezek a gyerekek mind onnan kerültek ki. 4 éves koruktól foglalkozunk velük, egészen a 4. osztályba bejegyzéséig. A táncot kell nekik tanítani? Nem kell, az benne van a vérükben.
van egy apuka, aki ért a cigánytáncok tanításához, felajánlotta a segítséget, hogy ő nagyon szívesen jön hozzánk, és hetente kétszer a gyerekeket oktatni fogja, és bejött. Amire nagyon büszke vagyok, az egy képzőművészeti kiállítás, a Marosvásárhelyen élő művészházaspár Kákonyi Csilla festőművésznő és a férje Bálint Zsigmond fotóművész közös kiállítása, és hát meg kell mondanom, hogy ezek a furcsa, komoly képek óriási sikert arattak a Csürszínház keretén belül, és nagyon sok képet megvásároltak volna, ha eladó lett volna, de a művésznő nem adta el őket. Mi az egész magyar nyelv területnek a táncait tanuljuk, most már tanítjuk, és a tanítványaim nagyon nagy része tanít, és gyerekeket, gyerekcsoportokat. Saját 5 éves kortól kezdve 3 korcsoportban van az együttesnek is ilyen nevelőiskolája. Nagyon sok, Erdély majdnem vidék, minden vidékéről tanultunk be táncokat, és nagy részük színpadra is állítódott. Ezek repertoár számok, csak hát ide egy kis létszámmal jöttünk, és hát erre átalakítottuk egy kicsit. És hát ízelítő abból, hogy Erdélynász folklórja, amelyik hát az egyik legautentikusabb és legarchaikusabb a megmaradt folklór, az mindannyiunk számára fontos.